A mosonmagyaróvári mazsorettek és a városi sport egyesületek zászlóinak bevonulásával vette kezdetét szombat délután a 16. városi sportgála műsora. Ezután a mazsorettesek mutatták be ünnepi műsorukat. A vendégeket elsőként Iváncsics János köszöntötte, aki elmondta, a városi sportgálán ismét olyan sportolók, edzők, egyesületi stábtagok vesznek részt, akik közvetlenül vagy közvetetten letették névjegyüket a város sportéletében. Az alpolgármester kiemelte, sok sportág működik a városban különböző korosztályokban, ezek azonban mind amatőr alapokon nyugodnak, de ezek közé befér egy profi kézilabda csapat, az extraligás asztali tenisz, az NB2-ben játszó kosárlabda és az NB3-as futballcsapat is. Mindezek mellett pedig óriási figyelmet fordítanak az utánpótlás nevelésre. Mi továbbra is az utánpótlás nevelést tartjuk a legfontosabbnak, azt a több száz, vagy inkább 1000 gyereket, akik naponta, hetente lemennek edzeni, szabadidejükből áldoznak arra, hogy versenyszerűen sportoljanak. Sok szülő félti, hogy vagy nem engedi gyerekét versenyszerűen rendszeresen sportolni, mert akkor mi lesz a tanulással? Meg kell nyugtatnom a kedves szülőket, hogy nem a tanulástól, hanem a számítógépezéstől, tévézéstől, mobilozástól, rossz társaságba keveredéstől veszi el a gyerek idejét a sport. Közvetlen összefüggés van a tanulmányi eredmény és a sport között. Természetesen a sport javára. Egyértelműen jobb tanulmányi eredménye van azoknak, akik sportolnak, mint akik nem. A sport több területén is kiváló eredmények születtek 2019-ben, és kiemelt figyelmet fordít az önkormányzat a sportra, annak támogatására és finanszírozására. A tavaly évben 280 millió forintot fordítottak sporttal kapcsolatos támogatásra, fejlesztésekre. Az elmúlt néhány évben megvalósult fejlesztések közül kiemelném a szabadtéri kézlabdapálya megvalósítását, jégpálya, Manninger lakótelepi sportpálya, aréna kiegészítő fejlesztéseit, Bogatcsarnok felújítását 4 ütemben, Bágertavi sportközpont kialakítását, ami még folyamatban van. És még egy nagyon jó hír, melyet dr. Kis Krisztián, a Mosonmagyaróvári Atlétikai Klub elnöke osztott meg velem, és sajnos most nem lehet itt köztünk, mivel éppen a mostani bejelentéssel kapcsolatban intéz ügyeket. Szóval december végén aláírásra került az atlétikai pálya, sokunknak a gimi pálya teljes rekonstrukciójára vonatkozó támogatási szerződés. Az esemény idei vendége Fábián László, a MOB sportigazgatója volt, aki beszédében kiemelte, az országban az önkormányzatok tesznek a legtöbbet a sportélet működésért, ebben Mosonmagyaróvár sem kivétel. A sportigazgató hozzátette, a gála bizonyítja a városi sportolók kimagasló eredményeit, és hogy komoly tradíciói vannak a sportéletnek Mosonmagyaróváron. Egy olyan városban vagyunk, ahol nagyon-nagyon régi a sportélet, hosszú-hosszú időkre visszatekintett, akár a több mint 100 éves klubra is gondolok, vagy akár a kézilabda csapat szereplésére, gratulálok a nagyszerű tegnapi sikerükhöz, de láttuk a labdarúgókat, jégkorongozókat, vízesportágokat, kosárlabda, tehát sok-sok olyan sportág van jelen, ami Magyarországon meghatározó, akár a versenysport területén, akár nagyszerűen űzhető a szabadidőnkben is. Fábián László beszédében aztán a közelgő olimpiára is kitért. Mint fogalmazott, a riói olimpián két mosonmagyaróvári születésű sportoló is képviselte az országot, Gangl Edina és Sastin Marian személyében, akik most is esélyesek a kiutásra. De az elmúlt évtizedekben Nagy András a dzsúdósokat, Pálinger Katalin a kézilabdásokat képviselte, Szűcs János pedig vívómesterként is szép eredményeket ért el. Az ünnepi köszöntők után aztán elsőként a Győr-Moson-Sopron megye szolgálatáért díjat adták át dr. Vlasics Mirkó részére 2020-ban sporttagozaton. Iden aztán már második alkalommal új struktúrában ítélték oda a város legjobb sportolóinak járó díjakat. A kategória jelölteket a sportegyesületek vezetői nevezték be, és előző évi teljesítményüket, versenyeredményüket egy 5 tagú bíráló bizottság értékelte.
Elsőként az év táncosa tánccsoportja kategóriában hirdettek eredményt, aminek nyertese a Mazsorett összetett botos csapat lett. Az év utánpótlás fiú sportolója Babos Ármin, az év utánpótlás lány sportolója Herceg Lili, az év diák olimpikonja Hanc Tamás, míg az év parasportolója Nagy Réka lett. Az év Fair Play díját Lajtos Ibolya, az év Masters sportolója kitüntetést Mácsik János vehette át. Az év férfi sportolója Horváth Koppány, az év női sportolója Kukorelli Edit, az év női csapatjátékosa Horváth Bernadetta Moson-Magyaróvári kézilabdaklub játékosa, míg az év férfi csapatjátékosa Kramarics Gergő, az MTE 1904 asztali tenisz szakosztály játékosa lett. Az év csapata az MTE 1904 asztali tenisz szakosztály. A Városi Sportgálán edzői emléklapokat is átadtak. Köszöntötték a jubilálókat, az év edzője díjat pedig Ser Miklós Balázs, az MVSE evezős szakosztályának edzője vehette át. A Moson-Magyaróvár Város Sportdíja elismerést ezúttal Vajtó Zoltán, az MTE 1904 asztali tenisz szakosztály vezetője kapta, a felnőtt és utánpótlás korosztályban az asztali tenisz népszerű sportággá válásának, a szakosztály NB1-be igazolásának és az extraligában való szereplésének sikeréért végzett edzői munkájáért. A gálán aztán színpadra álltak a Silver Power Duo tagjai, a New Step Fitness Egyesület, az Éretlenek zenekar, a Hedonist Crew és a Royal Kolibri TSE, valamint a Vizemoris tánccsoport. A 16. Városi Sportgála teljes egészét hétvégén televíziónk műsorán is megtekinthetik majd.